A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Kezdőkör nézőit és hallgatóit. Egy nagyon különleges adásra készülünk ma, nem mintha nem lett volna példa rá korábban az adás lassan 3 éves történetében, hogy női vendégeink voltak, és ez a mai adásban is így van. Ez az, ami önmagában talán nem furcsa. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Média Centrum szerkesztő hölgyeit itt a stúdióban a Kezdőkörben, Véli Regős Dóra főszerkesztőt, Novák Rita és Pap Brigitta szerkesztőket. Minden felületen találkozhatnak velük a kedves nézők, illetve tartalomfogyasztók a Fehérvár Média Centrumban. Ami talán különlegesebb az eddigi, hát hogy úgy mondjam, női műsorainknál, hogy sportriporter hölgyek már voltak itt a vendégeink, legutóbb emlékeim szerint tavaly nőnapkor, mondjuk az nem most volt, amikor nyilván a sportban egyébként napi szinten dolgozó kolléganőkkel beszélgettünk aktualitásokról. A mai vendégeinket más módon köti az életük a sporthoz, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas téma lesz erről is beszélni. De mielőtt bárki feltenni a kérdést, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerülnek nők egy sportműsorba, tulajdonképpen ez már az első felvetésem is, hogy ti mennyire tartjátok igazságosnak azt a szerintem kétségkívül létező sztereotípiát, lehet, hogy ti is akár szó szerint találkoztok vele, hogy hát a sportról a férfiak dumáljanak, meg miért akarnak a nők belebeszélni abba, amikor mondjuk sportos beszéd zajlik valahol, hogy ez rátok jellemzője, vagy találkoztok-e ilyen véleménnyel? Én alapvetően hiszek a férfiaknak, hogyha sportról van szó, szerintem abszolút hozzátok passzoló téma, én ebben nem kontárkodnék bele, tehát én elfogadom azt, hogy a férfiak asztala ez. De ez abból fakad, hogy mondjuk az érdeklődés szegényesebb? A nem hozzáértésből fakad, én úgy gondolom a részemről. Ez nagyon szép és őszinte, csak meg pont tegnap a párommal beszélgettem erről, hogy legalább annyi férfit ismerek, aki nem ért a sporthoz, viszont nagy pofával beszél róla, mint ahány ért hozzá. Tehát minthogyha nekik az is jobban ellene fogadva, hogyha nem is mondanak feltétlenül érvényes vagy szakértő dolgokat, de hát ők hadd beszéljenek róla, hiszen férfiak is nézik a tévében. Most egy kicsit furán azt mondanám, hogy nem értem a kérdésedet. Nem, de szerintem tulajdonképpen igen, én ahhoz húzok közelebb, hogy most valaki vagy ért valamihez, vagy nem ért valamihez, és ez teljesen független attól, hogy férfi vagy nő, ám bár a férfiakat valószínűleg kicsit jobban érdekli a sport, mint úgy általában a nőket. Azért különös egyébként, mert ugye a sport viszont önmagában abszolút egy koedukált és kiegyenlített a nemek arányát tekintve is, hiszen a női sportolók hál' Istennek, még nem feltétlenül, de azért egyre inkább teljesen egyen rangúként vannak kezelve a férfiakkal a legkülönbözőbb sportágokban. Tehát én egy kicsit inkább a társadalmi, talán még meglévő egyenlőtlenségek számlájára írom, de lehet, hogy aztán, ahogy Dóri is mondja, jogos, mert hogy a férfiak értenek hozzá, hogy mintha még mindig férfi privilégium lenne beszélni a sportról, vagy foglalkozni vele. Vagy egy picit lehet, hogy bocsánat, hogy itt a női férfi agyról is szó lehet. Amikor én ide kerültem a Fehérvár Média Centrumba, akkor ugye úgy jöttem Szegedről, hogy a sport az abszolút a férfiaknak volt a játszótere, és pont Rita volt az, aki így egyszer így rám nézett, azt hiszem, hogy a Németh Zolikával, a Kajzival beszélgethettetek, és csak úgy nyomtátok a neveket, az eredményeket, az egyesületeket, és akkor így a Rita így rám nézett, és azt mondja, hajd, ezeknek máshogy jár az agyuk. És hogy szerintem kb. Így erről lehet szó, hogy én nem tudnék ennyi egyesületnevet megjegyezni. Én azt látom, hogy egy sportoló helyes, nem helyes, ezt mondjuk így el tudom dönteni, érdemes azt a sportot néznem, mert egyre több a helyesebb fiú, vagy sem, de hogy én ezt nem tudnám így megjegyezni, ahogy ezt a férfi agy meg tudja jegyezni.
Azt gondolom egyébként, hogy én biztos nem fogok sportról beszélni, az egészen biztos. Viszont szerintem lehetnek olyan nők, akik szeretik a sportot, olvasnak róla, nézik a mérkőzéseket, bajnokságokat. Persze, hogy érthet hozzá. Tehát, hogy én abszolút nem gondolom, hogy egy nő ne tudna a sportriporter lenni, ráadásul remek sportriporter. Tehát, hogy én nem is értem, hogy miért szükséges megkülönböztetni, hogy nő-férfi. Én nem is értem például, de nyilván sosem közvetítettem mérkőzést, de hogy miért ne tudná egy nő leközvetíteni, hogyha szereti a focit, érti a szabályokat, ismeri a játékosokat, akkor én nem gondolnám, hogy ez nem. A statisztika az más dolog. Tehát, hogy az Olika, ahogy ült, Németh Zoltánról van szó, ahogy annak idején ült és elővette a kis középiskolai füzeteit, amiben valami afrikai bajnokságról vezetett statisztikákat, ráadásul évekig készített még a sportpercekben annak idején mindenféle statisztikákat, tehát, hogy azt fogalmam nincs. Erre születni kell. Ez azért meg az érdeklődés. Én azt hiszem, hogy az első körben az a legfontosabb, hogy érdekli vagy nem érdekli. Ha érdekli, akkor minden érdekli, nagyjából, tehát ez a vezetjük a statisztikát. Ha meg nem érdekli, akkor meg nincs miről beszélgetni ebben a témában. Azt mondja Dóri, hogy születni kell rá, ami mint a felvetné, hogy a férfiak jobban születnek erre, amiben én egyébként nem hiszek. Én azt gondolom, inkább amit Rita mondott, hogyha valaki nem is vezet feltétlenül statisztikákat, meg nem is kezd egy gyerekkorában ezzel foglalkozni, ettől még nyugodtan lehet akár kiváló sportriporter, hogyha megfelelően felkészül. Az egy nagyon jó téma lenne, hogy miért nincsenek mégsem, vagy nagyon alacsonyabb számban vannak például női sportriporterek. Van már olyan női sportriporter, aki mondjuk egy labdarúgó mérkőzést vezet? Most már van. A köztévén egyébként hallottam közvetítést, amiben női riporter volt. Ott viszont azt érzem egy kicsit igazságtalannak, és ez akár a közösségi médiában, akár más ilyen nyilvános fórumokon felmerülő diskurzusban visszatérő téma, hogy ha már egy nő közvetít, mondjuk egy ilyen területre merészkedik, ami férfi privilégiumnak van elkönyvelve, akkor azt önmagában ünnepelni kell, és azt mondani, hogy micsoda nagy dolog, milyen remek, miközben már bocsánat, lehet, hogy szarul közvetít. Tehát egy férfi sportriporternek azt viszont el kell tudni viselni, hogy nagyon kemény kritikai keresztűzben van a nézők részéről, főleg mostanában, hogy mindenki 5 millió információhoz hozzáfér, tehát még csak az sincs, mint régen volt, hogy csak a sportriporterek tudtak dolgokat. Nőknél pedig, mintha az lenne, hogy hát óriási dolog, hát odafért, és megy előre, és harcol, és akkor ő most női sportriporter, miközben lehet, hogy egyébként nem közvetít jól, nem egy férfival összehasonlítva. Van azért ennek egy ellenpéldája is, ugye gyerekkorban mit csinál egy kislány, babázik, egy kisfiú pedig focizik, és akkor a felnőtt korra mi lesz? A lány az mondjuk lesz egy védőnő, óvónő, a férfi meg mondjuk lehet egy sportriporter. És azért, hogyha azt nézzük mondjuk akkor erre ellenpéldaként hozva, hogyha valaki óvóbácsi lesz felnőtt korában, vagy védőbácsi, nem tudom, ilyen van-e ma Magyarországon, de az óvóbácsiról már hallottunk, akkor azt is képesek egyébként isteníteni, hogy mennyire jól viszonyul a gyerekekhez, mennyire ügyes pedagógiai érzékkel bánik velük, míg mondjuk egy nőnél ez annyira nem kiemelkedő. Tehát megvan ennek szerintem a mi verziónkból is az ellenpéldája. Nekem azért fura, én teniszmérkőzéseket szoktam jelentős részben nézni, és ott van ugyanúgy női és férfi közvetítő is, és nekem például még sosem merült fel ez a kérdés, hogy most van, amelyiket szeretem, van, amelyiket nem szeretem, és ez tök független nálam attól, hogy férfi vagy nő, mert ugyanúgy, tehát akik vannak, azok közül van a nőbe, akit nagyon kedvelek, és van, akit kevésbé, és férfibe pont ugyanígy. Tehát, hogy azért mondtam én az elején ezt, hogy oké, persze nyilván fociban ez nem ennyire egyértelmű, de szerintem több sportban igenis jelen vannak ugyanúgy a nők, és hát Kit mi érdekel? Szerintem inkább ez igen, irányába az kell, érdekes, hogy elmozdulja, vagy mozdult el ez a dolog. Az az érdekes, hogy valóban vannak egyébként női sportriporterek szép számban, és hogyha a műkorcsolyára, tornára, műugrásra gondolok, vagy amit egyébként én is közvetítettem, de mindig volt mellettem egy női, tehát kolléga nő, akivel ketten vagy szakkommentátor, vagy egy női sportriporter, de voltam olyan téli olimpián, ahol én a jégkorongot közvetítettem, és az Elinka Ildi kolléganőmnek kellett több rövidpályás gyorskorcsolyát közvetíteni, amellett, hogy a műkorcsolya értelemszerűen az övé volt, és akkor odaültetett maga mellé, és megkérdezte, hogy segítséget kért, hogy kell olyan sportot közvetíteni, ahol a pályán egymással versenyeznek, tehát nem az van, hogy bemegy a szép ruhás lány, fut egy kürt, és akkor megkapja az akkom a fűnföt rá, hanem hogy verseny zajlik a pályán, mert minthogyha ez nem lett volna benne az ő tapasztalásában, meg tudásában. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy valóban egy teniszt, meg ezeket a női
sportokat, ezeket hagyják nőknek közvetíteni, miközben nem hallunk jégkorong meccsen, meg kézilabda meccsen se nagyon női riportereket. De ez nemzetközi a szakmai szinten sem egyébként? Nem értem, hogy miért. Hát erre nem mernék azért pontosan válaszolni. Meg talán közvetítésben nem hallasz, viszont látni a pályaszélén már látsz. Sőt, egy nemzetköziben, még a jégkorongban is, hogy a pályaszélén a lejövő játékosokkal bizony csajok készítenek interjút. Ez most már Magyarországon is egyébként sokszor van. Ebben jelentős részben szerintem az is benne lehet, hogyha megnézzük, például a női foci az azért mostanság bontakozott ki. Jégkorongban sem nagyon látod, még nyilván vannak női versenyek, női csapatok, de hogy tulajdonképpen szerintem nincs meg alapvetően az a bázis, amiből felépíthető mondjuk adott esetben a sportriporter. De szerintem hát, hogyha kézilabdát nézünk, ott azért a női kézilabda az nagyon erős, tehát hogy akár kézilabdát közvetíthetne, igen, de szerintem nem közvetít. Nagyon-nagyon sokan vannak egyébként, amikor én a legelső évfolyamában jártam ugye a komlósi oktatási stúdiónak, ami azóta is a legnagyobb mennyiségben termeli ki a sportriporter, meg sportújságíró fiatalokat. És hát, remek minőségben. Így van, majd mindjárt kitérünk. Tehát, hogy nagyon sok lány gondolja úgy, hogy neki is ez egy pálya teljes joggal, és nyilván, ha valaki például remekül tud írni, mert azért irodalomban egészen kiváló író nőket ismerünk, miért ne írhatnának a sportról is jól a nők, csak valahogy mondom, ez a beszéd, ez a verbális sportkommunikátor, ez minthogyha még mindig egyoldalúan lenne. De nem e felé akarom terelni egyébként a témát a műsorban, hanem sokkal inkább abba, hogy nőként a sporthoz hogyan kapcsolódtok, és még az elején tett felvetésemre gondoltam, hogy megkérdezem, hogy ez titeket hogy érint. Nekem két olyan emlékem van, amit én, ha nő lennék, akkor elég bántóan értem volna meg. Az egyik, amikor azt hiszem az RTL közvetítette valamelyik labdarúgó világbajnokságot, és az egyik ismert férfi műsorvezető minden meccs végén vagy elején elsütött egy olyan poént, hogy egy foci szakkifejezést mondott, és azt mondta, hogy hát a női nézőink kedvéért elmagyarázom, hogy az, hogy les, az nem azt jelenti, hogy ül a vadász a lesen. Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen, mintha debilekkel beszélnénk a fociról, és ez így célzottan azok. De ezek hasznos infók tudnak lenni. Én ezt nem veszem magamra egészen biztosan. Alapvetően nem azt kell nézni, hogy mit mondta, hanem hogy ki mondta. Tehát, hogy ott azért elég sok mindent el lehet helyezni, ha látod, hogy ki mondta. De ennek a tálalása, tehát, hogy azt mondják, engedni, hogy ezt nem azoknak mondom, akik először látnak focit életükben, hanem mondjuk a női. Jó, lehet ez egy almazás, így igen. Igen, de lehet jó humorral is felfogni. Ugye nyilván fontos a hangsúly, fontos az éle, hogy mondta az illető. És a másik ilyen tapasztalatom, és simán el tudom képzelni, hogy erre is lelkesen fogtok hajtogatni, amikor meg a Bajnokok Ligáját közvetítettem először, még a Viaszaton ilyen másod riporterként, tehát itthonról közvetítettünk, és ott kellett csinálni a műsor elejére ilyen kis bejátszókat, és akkor az a hölgy volt egyébként ott a főszerkesztő, aki azóta a magyar sorozat gyártásnak a nagyasszonya, és ő azt mondta, hogy olyan anyagokat készítsünk, hogy a házi asszonya a konyhában letegye a fakanalat, és akarjon bejönni nézni, tehát ne arról szóljon, hogy hány szöglet volt, meg hogy rúgták a gólt, hanem legyen benne a David Beckham szép feje, meg az olasz focisták jó segge, meg a sérója, meg beszéljünk arról, hogy milyen szép a Paolo ma. Továbbra is azt mondom, hogy kit mi érdekel. Tehát, hogyha titeket érdekelnek állandó a számok, a szöglet számok. Minket meg az érdekel, hogy mennyire gömbölyödik. De ez egy olyan feltevés, hogyha női nézőt akarsz egy foci program elé, akkor ne a fociról beszélj, hanem mutasd meg a szép fiúkat, és azt, hogy milyen helyesek a pályán az olasz srácok. De most jó lenne, hogyha ülne itt egy női sportriporter azért, szerintem. Felőlem jöhetnek ezek az információk a meccs előtt nyugodtan. Úgyhogy én egyetértek az egykori főszerkesztőddel, hogy ezért letehetjük azt a bizonyos fakanalat. Na hát jó, akkor tulajdonképpen én nem fogok megbántódni a női nem nevében, hiszen ezek szerint abszolút betalálnak ezek a megjegyzések. Mennyire van jelen az életetekben a sport egyébként? Itt majd most akkor szépen el fogjuk mondani, hogy miért pont rátok esett a választás. Nem akartam egy olyan műsort, hogy csak úgy random behívok három csajt, mert még nem voltak bennük a műsorban, hanem nyilván, mert olyan területei vannak az életeteknek, amik nagyon erősen kötődnek a sporthoz, vagy sportban élő emberekhez, ugye ez sem mellékes, és jó lehet, soha nem beszélünk sportról egymás közt egyébként, hogy én észrevettem a szerkesztőségben, de azt gondolom, hogy nem tud nem foglalkoztatni titeket alapvetően. Ezzel nem értek egyet, azért mi szoktunk
sportról. Jó, te teniszezelted, oké, okay, persze nyilván meg tehát akkor üljek hátra, én most már nem beszélek, nem illek bele a kosárba. Ez az egyik, nem igaz, ez az egyik fajtája annak, tehát a vendégekben gondolkoztam, tényleg az volt, hogy olyan kolléganőket hívjak, akik valamilyen módon nagyon erősen a sporttal kapcsolatban hozhatók, még ha nem is sportolók. De te speciális sportoló is vagy, hiszen Brigi ugye teniszezik, nem csak amatőr szinten, csapatbajnokságokban, versenyeken indul. Emellett azért, bár ez nem a bulvár tévé, de ugye a magánéletednek is van egy elég teniszhez kötődő szála, tehát tulajdonképpen te ilyen módon azért valóban nagyon erősen benne vagy a sportban. Konkrétan, de én kicsikorom óta, tehát én szertornáztam kiskoromban, 11 évig azt hiszem. Aztán, amikor abbahagytam a szertornát, utána sem szakadtam el soha, tehát mindig futottam, tehát mindig kerestem magamnak olyan szabadidős tevékenységet, ami sporthoz kötődik, lovaglás, futás, zumba, tehát minden, amit el tudsz képzelni, és aztán néhány évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt megismerkedtem a tenisszel is, és azóta megtaláltam azt, ami egyébként nekem a szertorna után hiányzott, tehát maga a versenyzés, az, hogy van tétje, van kihívás, valamit el kell érni, meg kell csinálni. Ezt itt nagyon megtaláltam, és magát a sportot is én imádom. És hát a párom meg teniszedző, szóval minden adott ahhoz, hogy fejlődök. Fejlődjél. Igen. Én is fejlődöm. Mint pályán kívül. És nyilván ez kölcsönös, tehát ő is fejlődik melletted. Ezen együtt, ha tippelnem kéne, hogy ki sportol a legtöbbet, akkor azért Dórira tippelnék, mert tudom, hogy minden létező reggelfutással kezdesz. Teljesen őrült. Teljesen. Igen. Nem, ez egy végtelenül becsülendő dolog. Egyébként ő, ugye Dóri az, aki már ült itt ebben a műsorban, éppen azért, mert akkor egy ilyen futós műsor volt. De ezen kívül is van más kötődésed a sporthoz, de akkor beszéljünk egy kicsit erről, tehát hogy igazából mozgás nélkül te sem tudod elképzelni az életedet. Nem, abszolút. Szerintem nekem tehát én azt gondolom, hogy a családom összetartó rugója is a sport. Tehát mi ennek mentén neveljük a kisfiunkat, és a férjem életében is meghatározza az én életemben is. Ez a mi én időnk, ez az, amit elfogadunk egymásnak, soha nem kérdőjelezzük meg, hogy hol a másik, tudjuk, hogyha edzés van annál, nem azt mondom, hogy nincs fontosabb, de hogy igenis az a napjának, az életének a része is, és azt engedni kell, és támogatni kell. Úgyhogy felmenőink, a szüleink már egyszer-kétszer ezt számon kérték rajtunk, hogy hát de miért nem mondod neki, hogy ne menjen többet jégkorongozni, mert a párom jégkorongozik. Miért nem mondod neki, hogy ne járjon annyit hétvégente futó versenyekre, és hogy ezeket a kérdéseket mi nem értjük. Tehát, hogy nekünk ez egy abszolút meghatározó dolog az életünkben, és valahol azt látjuk, hogy a kisfiunknak is ez ad támpontot és biztonságot az életében. Tehát, hogyha bármilyen krízis van az életében, vagy bármi krízis elé állítja az élet, akkor a jégpálya az, ahol ki tud kapcsolni, ahol megtalálja azt a biztonságot, ami segít őt ezen átlendülni, vagy tovább menni. És alapvetően szerintem ez is az elvárás. Tehát mi nem verjük, ütjük, vágjuk, hogy 4-es, 5-ös kerüljön be az ellenőrzőbe. Persze nagyon örülnénk, ha ez többnyire így lenne, de nem mindig van így. De például azért, hogy elmenjen edzésre, az elvárás nálunk. 4 gól többet ér, mint egy 4-es osztályzott matekból. Valóban, mondjuk. Azt díjazzuk például a gólokat, ezt jól látod, azt díjazzuk, az 5-öst, azt nem. Rita. Ja, most jön az a része, hogy 2 dolog miatt vagyok itt. Az egyik az, hogy te vagy a főszerkesztő helyettes. Nem. Főszerkesztő, és azt mondták, hogy jöjjek. Amúgy a semmi keresztül. A 3, hogy szép vagy. Ez nem igaz. De igaz, hogy... szép. Az a része igaz, a műsor szerkesztő elveket azért most nem jól tudod, és te is nagyon jól tudod, hogy nem emiatt ülsz itt, viszont ami nagyon különleges, és egyébként a másik 2 vendégünkre is igaz valamilyen szinten, rád pedig kizárólagosan, hogy életednek azért olyan kapcsolódásai voltak, amik nagyon erősen sporthoz kötődő, vagy akár sportban élő személyekhez kapcsolódtak, és szerintem az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy aki ilyen közegben él, azt mennyire érinti meg, hogy esetleg pont ellenkezőleg egy falat húz fel közted és a sport közé, vagy pedig önkéntelenül beszippant. Nem kerülhetem ki semmiképpen akkor a válaszadást. Bár a nővéremnél kezdődött egyébként gyerekkoromban, fantasztikusan sportolt, atletikus alkat volt, a Túvárosi suliba jártunk egyébként mind a ketten, és nagyon-nagyon jó a teljesítés futásban, tornában, tényleg fantasztikus volt. Én egyszer elmentem tornaedzésre, mert hát gondolták, hogy ha a testvéremnek jól megy, akkor nekem is, és egyébként egészen jól ment, de átették az edzést egy későbbi időpontba,
És később értem haza a busztel, és amikor hazaértem, és kérdezték a szüleim, hogy hol voltam, otthon volt akkor már a nővérem, és mondtam, hogy a tornaedzésen. És olyan szinten nem hitték el, hogy szerintem 5 percig hahotáztak, hogy akkor a Novák Rita tényleg a kis húgi sportolni fog. És soha többé nem mentem, és ami megmaradt, hogy versenyzés, tehát hogy bármilyen szituációt nézünk, és hogyha versenyzésről van szó, akkor én nem állok bele, hanem hátra lépek 2-3-at. Valahogy ez belőlem hiányzik. Viszont maga a sport szeretete, tisztelete, az, amit egy sport háttér adhat az embernek emberileg, az szerintem fantasztikus és becsülendő, és borzasztóan szeretném, hogyha a kislányom sportolna. Hú, 3 olyan területet érintettél, amelyeket külön-külön szerettem volna műsorban megtárgyalni. Ez így tökéletes, és nagyon köszönöm. Az egyik, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, az a bizonyos versenyszellem. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok azzal. Engem, mint sporttal foglalkozó sportújságírót, aki tényleg egész életemben a sportban dolgoztam, például kifejezetten feszélyez valóban is, amikor én is sportolok hobbi szinten, olykor kifejezetten úgy érzem, hogy gátol is az, hogy győzni kell, hogy menni kell, hogy valaki elvár egy sikert. Tök mindegy, még ha hobbi szinten a haverokkal focizom akkor is, ezért is nem lehettem volna én semmilyen szinten alkalmas az élsportra. Most a tehetséget azt hagyjuk is. Tehát, hogy ez a fajta versenyszellem, amit mondjuk egy sportban élő ember a mindennapjaiban szinte elvárásként kap, ez nem túl veszélyes az életben? Mert Rita mondja, hogy ő például amúgy is ez a háttérbe húzódó, nem törtető, nem versenyző típus, de azt gondolná az ember, hogyha valakibe mondjuk gyerekkorától ezt nevelik az öltözőkben az edzők, az nem tudom, ti hogy látjátok, mint anyák, akiknek a gyermekei sportolnak adott esetben, hogy mennyire pozitív, vagy mennyire gátló tényező lesz a későbbiekben? Nem, ez annyira kettős, mert hogy fent a pályán mindenképpen akarom azt a pontot, de én nem érzem azt, hogy így az életben most én ez a könyöklős, törtetős típus lennék, de erősítsetek meg, hiszen ismerjük egymást nem. Annyira. Én nagyon szépen el vagyok abban, ami tehát nem akarok minden áron. Nem, de mondjuk a sport ki tud hozni a sodrodból. Tehát azért, hogyha úgy jössz be hétfő reggel, hogy nem sikerült egy hát hétvégi verseny, anyázok. Akkor azért ezt nem engeded el olyan könnyen. Nem, valóban. De azt mondom, tehát, hogy de ott viszont kihozza belőlem azt, hogy én igenis meg akarom csinálni. Nekem és így a család életünkben is ez egy annyira érdekes pont, mert hogy szoktunk mi közösen felmenni a pályára, párost játszani, az tök jól működik. Tehát, hogy elképesztő jól tudunk együtt dolgozni a pályán, a párommal. De amikor csak én vagyok a pályán, ő meg mint nem tudja levetkőzni, mint edző mellette, na akkor az az egyetlen pont, amikor képesek vagyunk összeveszni, mert egyébként nem. Nem, tényleg nem szokott konfliktus lenni, de akkor teljesen elborul. Én pedig nem bírom elviselni, hogy ott izé próbálja mondani, hogy ezt mit csinálsz, miért így csinálod, nem úgy kellett volna, hülye vagy, és egyszer volt azt, tehát, hogy nem is nagyon emeli fel a hangját, kivéve ilyenkor, amikor ezt megpróbáljuk utána megbeszélni, de egyszer volt az, amikor így játszottam, és így láttam, hogy így már elborult, és így nagyon sajnálom, bekiabált a pályára, hogy Brigi, meg ne gondolkozzál már, csak üsd azt a labdát. Tehát, hogy igen, az ugye egy más állapot, de ugye magánél vagy azon kívül, amikor meg lejössz a pályáról, és úgy létezel, nem érzem azt, hogy nekem ez verseny, tehát hogy ugyanúgy hoznám magammal ezt a fajta versenyszellemet, meg ezt a küzdeni akarást. Pont azért, mert kicsatornázod a sportra, ezért érdekes például, aki nem sportol egyébként, hogy ő benne ez hogy alakul ki, hogy ez a versenyszellem például ez mennyire genetikai vagy szocializációs kérdés, hogy az ember akar-e elől lenni, elől menni akár a munkájában. Ezt nem tudom, viszont visszacsatolnék csak egy pillanatra a Brigihez. Kaiser Tamás az én kedvesem, aki itt volt nagyon sokáig sportriporter. És de jó, hogy nem nekem kellett elmesélni. Most kérdeztél rá. Igen, végre kihújt a szög a zsákból. De hogy ő ugye sportoló, és az ő mindennapjaiban látom, hogy szerintem akár egy sikerélmény a sportban, mindegy, hogy hol, akár egy kudarc élmény, szerintem az olyan megküzdési stratégiát tud adni az élet minden területén is, és aki versenyző, az a hétköznapokban is versenyző, és én azt nagyon tisztelem benne is, és más sportolókban is, hogy ez olyat jó? Ez jó szerinted, hogy az ember a hétköznapokban is versenyző? Persze, nem minden esetben, viszont számomra ez annyira idegen is bennem, annyira nincs meg, hogy belőlem igen tiszteletet vált ki. Hát meg akkor mert nem, támaszt, nem, igen.
Igen, biztonságot is ad, igen, persze. Uh-huh. És néha nyilván azt gondolom, hogy most tényleg ez ennyire fontos, de hát hogyha neki fontos, akkor persze támogatom, és legyen első. De igen, tehát hogy ez is nagyon kettős, és az éremnek itt is nyilván két oldala van. Aranyérem például, sportos összeköttetés volt már. Az jutott eszembe, egyébként nagyon különböző persze, hogy az ember milyen sportot űz, vagy mit szeret. Például aki fut, ahogy Dóri, és nem versenyszerűen, bár tudom, hogy atletizáltál is, de hát én magam is ugye nagyon szeretek futni, és én nagyon szeretem, amikor tömegbe futunk, és évente kétszer-háromszor azon az esemény, amikor több ezren, mint ahogy nyilván a magányos futásnak is megvan a szépsége, de hogy ott nincsenek ellenfelek. És azon gondolkozom, hogy aki meg olyan sportot űz, akár a tenisz, akár csapatjátékot, ahol mindig meg kell valakivel küzdeni, az nem... Vagy az történhet, hogy elferdíti az ember gondolkodását, és a magánéletben, a civil életben, a munkájában is ellenfelekre és csapattársakra osztja fel esetleg a környezetét, vagy, mint ahogy te céloztál rá, hogy ezt a sportpályán ki tudja csatornázni, és amikor onnan lejön, akkor épp azt élvezi, hogy megszabadult ezektől az esetleges frusztrációitól. Azért vannak ellenfelek, és a legnagyobb ellenfél az én saját magam vagyok. Főleg így 40 felett. Ez viszont pozitív. És főleg azért, mert hogy minden nap... futok, tehát hogy ez egy elhatározás, ami most már 6. éve tart, és teljesen mindegy, hogy esik, hogy fúj, hogy havazik, hogy 40 fok meleg van, ezt akkor is teljesíteni kell, és akkor is teljesíteni kell, aznap épp utazol valahova, akkor mikor ér oda a gép, és ott hogy fogod tudni megoldani, vagy, tehát hogy ezt abszolút be kell építeni. Ez már valami mániákusság, nem? Tehát az is lehet, ez egy függőség, tehát ez biztos, abszolút. Hogy egy függőség, én nem dohányoztam, de kb. Így tudom elképzelni a dohányosok életét, hogy ez nekik kell a mindennapjaikhoz, és ez nekem is kell a kiegyensúlyozottságomhoz, a jólétemhez, a mindennapjaimhoz, viszont én azért versenyző típus voltam, említetted, hogy atlétizáltam, és nekem az volt a célom, hogy egyszer egy országos versenyen fennálljak a dobogón. Nem sikerült a legtetejére jutnom, a bronzéremig sikerült jutnom, de én ott el tudtam ezt engedni. És ott valahol megfogalmazódott bennem, hogy ettől én már nem leszek jobb, ettől én már nagyobb teljesítményt nem tudok letenni az asztalra, és onnantól a kötelező edzéseket is kezdtem elengedni, amiből nyilván otthon volt egy nagy konfliktus, mert azt viszont meg a szüleim nehezen fogadták el, viszont onnantól átállítódott valami bennem, és azt mondtam, hogy úgy szeretnék sportolni, és azt szeretném csinálni, mert nekem jól esik. És akkor álltam át, és engedtem el ezt a versenyzést, és inkább célokat fogalmaztam meg, ilyen volt mondjuk a maraton, hogy egyszer teljesítsem, vagy ilyen az Ultra Balaton, hogy a csapatban teljesítsem, azt nem szeretném egyénileg. Tehát, hogy ezek a célok, ezek megvannak, és azért lehet küzdeni. Nem, Brigi? Igen. Nagyon igen. Bólogattál. Igen, én azért bólogattam elsősorban, mert hogy mondta a Dóri, hogy önmagadat kell leküzdeni. Ez akkor is az van az első helyen, amikor valaki áll veled szemben a pályán. Tehát, hogy elképesztő rosszul tudsz játszani, hogyha fejedben nem vagy ott, és meg kell tanulnod ezen átlépni, és tök mindegy, hogy bocsánat, hogy kiáll a másik oldalon, jobb nálad, rosszabb nálad, van esélyed legyőzni, nincs esélyed, ezeket úgy nagyjából tudod, amikor felmész, hogy mi van. De hogy az a rosszabb, legalábbis nekem saját magammal kell megküzdenem. Tehát, hogy elképesztő mélyre le tudom vinni magamat fejben, és fel is tudom hozni, és ezeket kell tanulni, és ebben annyira sokat tanultam a pályán, amióta játszom, hogy igen, kihúzni, nem belevinni magamat a rosszba, mert hogyha azt mondom, hogy megint nem megy a tenyeres már, megint nem tudom, hogy hol van a találati pont, nem érzem, akkor az úgy is marad. De hogyha, és ez tök sokszor hasznosítható, hogy túllépni, nem lehúzni, nem vinni vissza lefele. Na, ez a legnehezebb. Hát igen, nyilván főleg a versenysportnak, de egyébként minden sportnak az alapja az, hogy saját magát kell az embernek legyőznie, igen. Már azzal, hogy sportol, és az azzal járó esetleges és elkerülhetetlen szenvedéseket is vállalja. Hát van egy olyan téma, ami azt gondolom, hogy nagyon érdekes, lehet, hogy szórakoztató is, és ami viszont kivétel nélkül mindhármatokat érinti. Én meg kívülállóként, vagy a másik oldalon állva majd jól szórakozom ezen. Ajaj. Hogy akkor előre félek. Mindent nem dumáltunk. Már beszéltetek mind a hárman róla tulajdonképpen, hogy olyan pár mellett élni, akinek az élete a sport, és itt most nem csak hobbiról beszélünk adott esetben, tényleg egy szenvedélyről, munkáról, hivatásról, pénzkereső foglalkozásról. Tehát aki nem tud nem a sporttal foglalkozni, azt gondolja az ember,
hogy ez egy ilyen kereszt, vagy ahogy esetleg Rita célzott rá, egy biztos támaszt tud jelenteni, illetve hogy lehet-e nem a sportról beszélni, a sportban élni otthon akkor, amikor a férjed edzésről jön haza, és a gyereketeket viszi az ő sportágába, vagy amikor te a pároddal teniszezel, és ő adja az utasításokat még a pályaszéléről is, vagy amikor az ország egyik, hál' Istennek, egyre jobban ismert sportriportere és megszállott volt sportolója várja otthon az embert. Hát nekünk, mint ahogy mondtam, abszolút a naptár arról szól, meg a napi program, hogy ki mikor sportol, ki viszi a gyereket az edzés, és ki hozza el onnan. Tehát nem, mi nem tudjuk ezt a témát kikerülni, nem is akarjuk. Én inkább a veszélyeit szoktam mondani, hogy hát... Most jön a párkapcsolati fél óra az adásban. Igen. Tehát hogy én inkább féltem nyilván most már a kisfiamat is, hogy bekerült abba a korosztályba, ahol lehet egymást bontani, azt már én annyira nem szeretem. És hát ez a jégkoromban megvan, hogy a férjem is visel magán egy-két meccset, és az nem kerül kevés pénzbe, amikor fog nélkül jön haza. Szóval megvannak ezek a veszélyei, és sajnos éri is őt ilyen típusú baleset, nem egy, nem kettő. Emiatt féltem, de ugyanakkor abszolút az életünk része, minden napunk, hogy ki mikor sportol, ki mikor megy a gyerekért a jégpályára, úgyhogy nálunk ez az életünk. Igen, annyira az élet része, hogy, tehát, hogy így, nem tudom, ez így van. Hát, hogy igen, okay, a május-szeptember az a csébé időszak, akkor nincs hétvége, nincs semmi. A nyáron sokkal, tehát hogy annyira benne van az életben. Ami felmerül kérdés, hogy van-e másra egyáltalán lehetőség? Persze. Nyilván a Ritát és Kajzit azért figyelem, mindig tényleg nagyon jó érzések, azon kívül, hogy nagyon, nagyon kedvelek mindkettőtök egy évben, és ezer éves barátok vagyunk, mert ez tényleg egy olyan szimbiózis, egy olyan együttélés, ahol azért jelentősen különböznek a felek. Tehát a te, aki magad is sportolsz, Dóri, aki maga is sportol, és egy olyan pár talált, aki aztán szintén az élete a sport, ott azt gondolja az ember, hogy hát ez így összecsiszolódik. Neked viszont azért nincs az életedben ilyen tevékeny szinte benne a sport, viszont megkaptál egy sportmániást, és nem először az életedben. Ez a kereszt. Szenvedélyem nekem is van, úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen át tudom érezni, hogy ez neki mennyire fontos. Néha egy kicsit sajnálom őt, amikor kérdéseket teszek fel neki, és mondjuk a harmadik kérdésem után már egy kicsit ideges lesz, hogy akkor ezt most így miért. Viszont azt nagyon szeretem, hogyha például kosárlabda mérkőzésen nagyon-nagyon szeretek járni, és hát ott vagy tőled kérdezek, hogyha éppen nem közvetített, de nyilván leginkább a Kajzitól, és azt nagyon szeretem, hogyha valamit nem értek, akkor azt elmagyarázza, megérti, meg vannak olyan sportok, amiket még én is szívesen megnézek. Mondjuk néha szeretném persze, hogyha szombaton és vasárnap nem minden szombat és vasárnap menne mérkőzésre, de szerintem én abszolút el tudom fogadni és támogatni. És kérje, van a távirányító otthon. Szerinted? Most ez egy kérdés volt valóban? Ne. Ezt tudom így is, úgy is értelmezni. Tehát, hogy a sportcsatornákon kívül más megy a tévében? Tehát nálunk gyakorlatilag úgy van a tévé előfizetés, hogy melyik adja az NHL. Tehát, hogy ha adják, akkor arra előfizetünk. Ha benne van az a csatorna a kínálatban, akkor azt fizetjük. Tehát szerintem ez egy elég beszédes. Kajzival ugye mi 12 éve vagyunk barátok, és valahogy mindig ott volt az életemben, mint támasz. Ez tényleg, amióta ismerjük egymást, ez így van. És annak idején, amikor visszaköltöztem a lakásomba, most már 5 évvel ezelőtt, akkor ugye még nem alkottunk egy párt, de már akkor is ő választotta az én tévé csatornáimat, és ott is minden sportcsatorna megvan. Úgyhogy tehát, nem. Hogy azt is ő választotta. Igen, pedig akkor még... Na, és a streaming platformokon is olyan sportos dokumentumfilmek vannak manapság, már még most se tudod megúszni. Nem, egyértelmű. Tehát, hogyha a tenisz megy, akkor tenisz megy a tévében nálunk otthon, ez nem kérdés. De szoktuk filmeket is nézni, sorozatokat is nézni, tehát hogy mondjuk úgy, hogy 70% sport. Valami el kell aludni. Egy 70% sport, 30% egyéb. Én most így hiányom is van, mert most már nagyon régóta nem adtak jó teniszt. De szerintem még mindig jobban jártatok, és tegnap, mikor készültem a műsorban, hogy el fogom sütni a poént annak a rovására, aki most nincs itt egyébként, hogy a Horog Laci barátunk, aki szintén nagyon sok adásban van itt, és egyébként nagyon-nagyon becsülöm, kiváló sportújságíró, de hát ő az, aki úgy tervezi meg a nyaralást, hogy viszi az asszony, de az asszony nem biztos, hogy tudja, hogy abban egy horvát másodosztályú bajnoki megtekintése is benne lesz. Múltkoriban éppen mutatta a képeket, hogy hát nem panaszkodhatott a hölgy, hiszen a stadion mögött látszott a tenger. Tehát bennültek a stadionba, és ő ugyan nem árulta el feltétlenül otthon, hogy ez egy meccs megtekintés lesz a tengerparti program, de az volt.
Tehát azért valószínűleg ilyen értelemben azért a ti párjaitok kompromisszum képesek. Vagy nem tartotok igényt rá, nem tudom. Nincs kompromisszum. Nálunk ilyen nincs, és mit tudom én, X számú meccs után nagy túra következik az erdőben, amit ő nem szeret annyira, én viszont nagyon, és akkor elmegyünk néha túrázni, és nem csak meccset nézünk. Mi nyaralni is teniszfelszereléssel megyünk, és úgy, hogy legyen a közelben teniszpálya. Tehát, hogy ez így normális. Nyaralni azért mi nem megyünk. Légpálya közelébe, hála a Jóistennek. De a futócuccot viszel? A futócuccot viszek, illetve mi úgy költöztünk. Tehát, hogy amikor mi Szegedről elköltöztünk, akkor annyit tudtunk, hogy a én annyit tudtam, hogy a Balaton felvidéken szeretnénk élni, mert hogy az szerintünk az ország egyik legszebb része. Ő viszont egy körzővel jött, leszúrt a Székesfehérvár, illetve Veszprém városába, rajzolt egy kis kört, és azt mondta, hogy na, mi de beleesik, itt lehet választani, mert a jégpályához közel kell élnünk. Úgyhogy ezért lett Balaton-Almádi, mert tulajdonképpen ugyanannyira vagyunk Fehérvártól, egy kicsivel távolabb van mondjuk, mint Veszprém, de hogy azért van jégpálya. Körzetben van. Abszolút, és Várpalotán is van, ha bár az nem annyira jó pálya, de ott is van. Hát tulajdonképpen még jobban járt, mint a sziklamászó lenne a férjed, és biztos tudnám még sportot mondani, ami kicsit nehezebben megvalósítható. Nagyon-nagyon élvezve ezt a beszélgetést, és kicsit sajnálom, hogy már nincs sok idő, mert van egy olyan téma még, ami viszont engem borzasztóan foglalkoztat, és elég komolyan, egyszer Kajzival például vitatkoztunk ebben az adásban, mind a hárman édesanyák vagytok, ugye Dóri rá már szó volt róla, hogy a gyerkőc igen aktívan benne a sportban. Rita, neked még olyan kicsi a lányod, de nyilván vannak azért elképzelések, hogy az én nagy kérdésem az, hogy szeretnétek-e, hogyha a gyermeketek versenysportoló lenne. Mert az, hogy sportoljon, azt minden... Ez olyan... Na ez a kérdés, de mert az, hogy sportoljon a gyermek, azt mindenki szeretné. Én nem tudom elképzelni, hogy az ne lenne jó egy gyereknek, hogy benne legyen egy közösségben, mozogjon, egészségesen éljen. De, és lehet, hogyha 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt tettük volna fel ez a kérdést, akkor egészen máshogy hangozna. Nekem nagyon komoly fenntartásaim vannak a mai versenysporttal. Féltem az élsporttól, azt szeretném, hogy az a sportszeretet legyen meg a szívében, és legyen meg a mindennapjaiban, ami az apukájának és nekem megvan. Ha most az apukáját kérdezed, az biztos, hogy másképpen nyilatkozik, ő a zenét alig lögdösné, de szerintem megvan annak is a szép oldala, de nagyon veszélyes, és nagyon egysíkú életet adva egy embernek. Tehát én ettől, ha lehetne, megóvnám, de közben ő még kicsi és vágyik rá. Majd és közben te is egy sportos anyuka vagy, aki nyilván pontosan tudja, hogy mit adhat a sport egy embernek. Erről Rita már olyan szépen beszélt egyébként korábban, és ezért nehéz kérdés ez. Nehéz. A gyermekek is nyilván szárnyalni szeretnének, meg vágynak a sikerre. Ezt felnőtt fejjel látni, hogy ez mivel járhat, és esetleg korlátokat állítani, ez viszont lelkileg egy nagyon nehéz dolog. Igen. Nyilván nem mindenki hisz benne, meg nem is kell. Én egyszer voltam egy ósnőnél, és ő mondta azt attól függetlenül, hogy tudta volna, hogy nekem mi az előéletem, hogy azokat a vágyott sportsikereket, amikre én vágytam, azokat majd a lelátóról élem meg. De hogy ez az én fiam élete miatt, vagy az ő sportkarrierje miatt, vagy esetleg az unoka bátyja, aki nagyon jól vízilabdázik, hogy majd a barnuskát nézve élem meg, nem tudom. De ez így elhangzott, és ez hát, azért ki kell menni Fradi meccsre, és szurkolni, és akkor ott is ilyen sportsikereket lehet megélni, de izgulni sem kell. Szóval Rita, te hogy látod ezt a kérdést? Egy sportos ember párjaként, és egy olyan kislánnyal, akinek nyilván most fog majd ezekre a csodákra azért rányílni a tekintete. Borzasztó nehéz kérdés, és nagyon-nagyon összetett. Nyilván nagyon szeretném, hogy sportoljon, korcsolyázik, síelt is már, nagyon ügyes, imád úszni, de azt gondolom, hogy egyelőre, hogy az úszásban a legügyesebb, Réka 4,5 éves, akkora lemondással jár, és nem is feltétlenül szimpatikus az a fajta fegyelem és fizikailag, lelkileg mindenféle szempontból megterhelés. Nyilván, hogyha, tehát átgondolnám minden esetre, hogyha olyan helyzet adódna, hogy a Réka lehetőséget kapna, átgondolnám, nyilván őt is meghallgatnám,
De nem tudom, hogy, hogyan döntenek. Az a, hogy ez már nem csak a tehetségről szól, ez mindenki dolog. De ugyanakkor abszolút annyira átérzem, amit mondasz, és én teljesen ugyanezen a véleményen vagyok. Egyébként úgy, hogy 4 fiam van, és nekem is volt olyan álmom, hogy hát, amit én nem értem el, mert nem voltam elég kitartó, meg szorgalmas, hogy milyen jó lesz majd, ha valamelyik. És aztán nem így alakult, nem is bánom. Ami nagyon nagy nehézség lehet, hogyha kiderül, hogy valamiben nagyon tehetséges a gyerek. Ugye Bánka, te kisfiad azért, hogy jól tudom, a korosztályában a legjobbak között van jégkorongban. Tényleg egy Magyarországon nagyon népszerű sportban, ahol nagyon könnyű ugye, kitűnni sikerekkel népszerűvé válni. De hát tudja az ember, hogy a tehetség önmagában nem elég, és az, amiről Rita beszél, az iszonyat sok elvárás, lemondás, igen, fizikai, lelki megterhelés, az meg ott van mögötte. Nekem inkább a lelki attól féltem, igen. Meg egy idő után a testi is, mert azért, hogyha valaki ilyen sportba fog, és az egész élete ennyire keményen a sport köré szerveződik, az azért nagyon-nagyon-nagyon nagy hátrányokat tud okozni mondjuk egy későbbi életében, mert a teste az totálisan szétmegy. Az hát, is meg szerintem azt, hogy nagyon zárt a világ, amiben felnő, hogyha élsportolót nevelünk egy gyerkőcből, és azért egyszer ki kell nyitni a világ felé, tehát ezt nem és lehet ez megúszni. És csoda, ami így körülvesz minket, abból nem lehet gyerek, tehát hogy ez... Igen, meg amikor igen, eljut a felnőtt korhoz, és már élsportolóként mondjuk kiöregszik, akkor én azt látom, hogy nagyon sokak alól kihúzzák a talajt, és hirtelen úgy megszűnik az életük, megszűnik minden, és nincs támaszuk, tehát hogy valahogy ezt a kettőséget kellene jól kezelni, de ezt szerintem még nem kezeljük jól. Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, mert mindez teljesen igaz, és én is ugyanígy érzem, hogy ti mondjátok, de szülőként azt mondani egy gyereknek, hogy ne, az viszont szerintem gyakorlatilag lehetetlen. Nem, azt nem lehet. Hogyha annyira akarja a gyerek, akkor természetesen azt támogatni kell. Nekem ennyiből könnyebb a helyzetem, mert a Janka a csak semmi sportban hisz. Zsigi, Churchill is így volt, mert sokáig húzta. Hogy ha nem muszáj, akkor lehetőleg sétálni se, nagyon kelljen, mert azért az elég fárasztó dolog. Zsigi meg el van a maga életében, tehát hogy megvannak, amiket szeret sportolni, de hogy semmiképpen nem szeretne, vagy nem visz arra az útja, hogy ő egy sportoló lesz. Nem érintettem tulajdonképpen ez nálam nem egy valós kérdés, de hogyha mondjuk felteszem azt, hogy valamelyikük és sportoló akarna lenni, azért nagyon összeszorítanám a fogamat, és azt mondanám, hogy oké, menjen. Én kicsit izgultam is, mert én ugye szertornáztam, ahogy mondtam, és látom Jankán, hogy marha jó mozgása van, hogy neki abszolút nyitott lenne ez a terület, és így mindig mondtam, hogy bárhova, de szertornásznak nem fogom elengedni, mert nagyon-nagyon nagy hátránya az élet további részében, ha a testedet veszed figyelembe. Viszont hokiban meg a fogpótlás kerül sokban. És érted, a férjednél adját, a szegény kisgyerek, mikor először megy majd haza egy hiányzó első metsző foggal, akkor... Biztos, hogy fog jönni, ott fog sírni. Nagyon-nagyon örülök, hogy beszéltünk ezekről, és tulajdonképpen mindenről, amit szerettem volna. Van még körülbelül 3 perc az adásból, és mivel ez egy olyan műsor, ahol általában a sportos aktualitásokat beszéljük meg, azt azért nem hagyom ki azt az ígyszert, hogy megkérdezem, mit szóltok a magyar labdarúgó válogatotthoz. Egyáltalán egy olyan téma, ami szerintem mindenkit elér az országban, azt is, aki egyébként nem figyeli a sportot, ezt titeket mennyire érint meg. Ugye ma Kajzi ott van Kaunasban, ahol a magyar válogatott kiharcolhatja matematikailag is a kijutást az Európa-bajnokságra. És hát emlékszem, hogy akkor 2016-ban először hosszú idő után ott volt a válogatott a VB-n, és Pesten ugye kis hián a villamosineket felszedve vonultak az emberek boldog eufóriában. Akkor azt gondolom, hogy olyanok is átéltek valamit, akik egyébként nem járnak meccsre. Úgyhogy nem tudom, hogy egyáltalán tisztában vagytok-e vele, hogy micsoda nagy dolgok vannak itt készülőben. Hát nálam a foci egyébként is egy fontos szegmense az életemnek, meg volt az életemnek. Egyébként is én nagyon tudok örülni minden sportsikernek, és tök mindegy, hogy most ez foci, vagy bármilyen más sportban, vagy bármilyen más siker. Nagyon-nagyon tudok érte lelkesedni, és tök jó. Igen. Legyen. Lányok? Hát én annyit tudok, hogy nyertek, talán 2-1-re, de abban már nem vagyok biztos, és én a vízilabdát szeretem, úgyhogy... A kevesebb való a bocsánatot kérünk Szoboszlai Dominikről, Dominiktől, akiről biztos hallottatok azért, városunk szülötteként.
De ezt tudod, én sok kérdést szoktam neked feltenni, tehát hogy azért ugye... Ezért tudsz engem... már mindent. Megérintenek ezek a dolgok, persze, de nekem igazából mindegy, hogy milyen sportág, és szorítok, és szurkolok, és tényleg egy csomó minden érdekel, főleg a sport lelki háttere, ami nagyon izgalmas, de hogyha magyar sport siker van, az mindig jó. És egyébként a meccset is láttam, mert közösségi összetartáson voltunk a belvárosban, és ment a háttérbe a meccs, és amikor gól volt, akkor tapsoltunk is. Igen. És annyit még elárulok, hogy itt körülbelül 2 perccel adás előtt hívta Kajzi Ritát ugye Kaunasból, gondolom szeretett volna egy kicsit beszélgetni veled, de ezt most azért nem volt lehetséges, mert most te ülsz itt a stúdióban, és igen, nem ül. És nem nevetett ezen egyébként, hogy itt ülök. Annyira nem, csak ideig hallottuk. De miért? De megbeszéltük mi ezt. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, én nagyon jól éreztem magam. Remélem, hogy nektek is jó volt a sportról beszélgetni egy kicsit. A kedves nézőknek is remélhetőleg ez egy nagyon élménydús 3-4 óra volt. Legközelebb pedig akkor visszatérünk majd arra, hogy csúnya macsó férfiak mondják az okosságokat a sporteseményekről itt a kezdőkörben. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.